Hát átkeltünk a sinen, és hát eléggé bevezetett minket a turista jelzés a dzsungelbe. Olyannyira, hogy el is veszett a jelzés is, meg az út is. Szevasztok! Hát elég régen találkoztunk. Ennek nem volt más oka, mint a hetekben tomboló kánikula. Ugye öngyilkosság lett volna ezekben az időkben túrázni. Ma viszont túrázásra alkalmas idő van végre. És itt vagyunk a Fejér megyei Nagyvenyimen, méghozzá a Szent Bernát Arborétumban. Ugye itt szoktuk befejezni a túrákat, most viszont innen indítjuk a túrát. Hát ma, akár hiszitek, akár nem, annak ellenére, hogy augusztus 13-a van, egy karácsonyi túrát fogunk tenni. Hát minden másom majd útközben, gyertek és tartsatok velünk ma is. Induljunk! Tehát akkor, mint mondtam, itt vagyunk a Fejér megyei 4000 lakosú Nagyvenyimen. Ugye vezetett erre pár túránk a múltban, viszont innen még soha nem indítottunk túrát, ez az első alkalom. És hát, mint mondtam, egy karácsonyi túrát fogunk tenni, mégpedig azért, mert az útvonalunk az nagy karácsonyra fog vezetni. Ugye innen elmegyünk a mezőfalvi Szőlőhegy és Mezőfalva felé, ezeken átkelünk, és majd onnan megyünk Mezőfalváról nagy karácsonyba. Hát ez hozzávetőlegesen egy körülbelül olyan 22 km-es túra, viszont a terep az abszolút nem nehéz, hiszen nem nagyon kell fölfelé menni sehol. És hát látható, ilyen borult az ég, de azt kell mondanom, hogy kellemes idő van, bár fúj a szél élénken, de hát sokkal-sokkal jobb, mint az elmúlt heteknek a kánikulája. Na tehát akkor keljünk útra, hát még azt elmondanám, hogy végig a zöldjelzést fogjuk követni. Talán meglepő egy kicsit, de itt Nagyvenyimen van egy turista jelzés, jelzett út, mégpedig a zöld, és azt kell, hogy mondanom, hogy idáig kitűnően fel vannak festve a jelek. Ugyan tesz egy kitérőt ez a zöldjelzés, még ott puszta felé, de aztán visszajön ide Nagyvenyimre és folytatja az útját Mezőfalva felé, és nagy karácsonyig vezet. Hát ezt fogjuk mi követni, akkor indulunk. Hát és akkor az élénk szélben magunk mögött hagyjuk Nagyvenyimet, és akkor ez az a hely, ahol a zöld jelzés visszatér az utunkba, hát onnan jön. Ugye itt lényegében egy 8 km-es kitérőt tesz a zöld jelzés, de aztán visszatér ide, és akkor megyünk majd arra. Ez lesz maga a zöldjelzés. Hát erre jutunk majd Mezőfalva felé, ez az út visz el oda. És hát innentől egy jó 4 kilométeren át, ez egy olyan hely, ahol én a fél gyerekkoromat töltöttem. Tehát úgy is mondhatom, hogy lényegében én most hazai pályán leszek. És hát úgy gondolom, megér ez a hely is annyit, hogy végre erre is túrázzunk egyet. Na hát akkor gyerünk Mezőfalvára. Hát és akkor ide értünk Nagyvenyim után a Mezőfalvi Szőlőhegyre a zöldjelzésen. Hát nagyon-nagyon sok szemét volt az út mellett, hát ennek oka pedig nem más, mint hogy a teljes vidéket kitelepítették ide annak idején. És hát látszik a kezük nyoma. Szóval itt vagyunk Mezőfalvi Szőlőhegyen, ahol itt 4 utca van, hát ez az egyik. És itt az egyik utca, másik utca volt, ami keltünk annak idején. És hát, mint mondottam vala, a fél gyerekkoromat azt erre, ezen a vidéken töltöttem. Hát mondjuk döbbenetes a változás ahhoz képest, mint a kicsit más lett volna akkoriban. Hát innen a Mezőfalva olyan mennyire lehet 2,5 kilométerre, 3-ra, úgyhogy menjünk oda akkor. Na hát akkor itt a Mezőfalvi Szőlőhegyen vagyunk, és itt került utunk be az első kormányom látnivaló, egy kis kápolna. Ugye ez gyerekkoromban is itt állt már, csak akkor valahogy egészen más volt. És mintha nem lett volna ennyire jó állapotban akkoriban. Hát ki lehet ott bent az a szűzanyag, Gergő? Hát. Valószínűleg. Még tudja, nagyon szépen rendben hozza az a kápon, úgy látom. Hát akkor nem is kápon volt, csak egy ilyen, valamilyen építmény is benne volt, egy ilyen szoborszerűség. Nem ez volt, vagy nem ilyen volt, de hát az jó, hogy tudja, mert már vagy 35 éve volt. De sem emlékszik rá, hát nagyon szépen rendben van az itt hozva. Nagyon jól mutat. A szél lesz új erősen, és akkor ilyen a kápolna ugye itt a Mezőfalvi Szőlőhegyen. Hát ez az út sem létezett régen, legalábbis nem emlékszem rá. Viszont ott az a másik sor, az az utca, az létezett régen is. Annak éppen ott volt a legjobb haverjának, ott volt a telke.
Na hát ez meg a mi útunk, ez a zöld jelzés, és arra megyünk tovább, Mezőfalva és Nagykarácsony felé. Vessünk egy pillantás innen is a Kápolnára. Szóval ez ilyen. Hát szép, na. Akkor megyünk tovább. És akkor elértünk a mezőfalvi szőlőhegynek a végére. Hát ez az úgynevezett pálinka sorottól a ház van, itt végződik a mezőfalvi szőlőhely lényegében. És akkor itt vagyunk egy betonúton. Ez régen egy hadi út volt, szovjet barátaink a gyakorlatoztak, vagy bármi ilyesmi volt. És hát még arról nevezetes, hogy ez az út kivisz a laktanyához, a mezőfalvi laktanyához, ahol én katona voltam, hát innen egy jó 4 kilométer arra. Ugye fél gyerekkoromat, meg a katonai időmet is erre töltöttem, úgyhogy egészen megrohantak az emlékek, és ott pedig feltűnik már Mezőfalva. Remélem látszik a videón. A templomtorony és a víztorony. Hát oda tartunk most. Átmegyünk majd fél Mezőfalván is, és akkor megyünk Karácsony felé, Nagy Karácsony felé. Hát fúj a szél, de túraidőnek nagyon-nagyon jó van. Ennyi el van borulva az idő, de szakadozik fel a felhőzet. A nagy-nagy kánikulák után ez most azt hiszem, hogy nagyon jó idő. Hát akkor gyerünk tovább Mezőfalvára. És akkor beértünk Mezőfalvára. És hát itt vagyunk a postánál. Hát itt csak azért filmezek, mert hát itt ezernyi emlék rohant meg engem. Ugye nem csak a fél gyerekkoromat töltöttem itt, hanem katona is itt voltam, és hát ugye én voltam az a megtisztelő személy, aki a leveleket bevitte a laktanyába, és hát innen rengeteg levelem és levél jött ide a postára annak idején. És ugye ide jártam ki, mint postás, katonai postás, és vittem be a srácoknak a sok-sok levelet. Hát nagyon szép időszak volt. És hát itt azért nem sok minden változott, hála jó Istennek. Ez nagyjából ugyanilyen, mint 30 évvel ezelőtt. Kutyus meg itt az út közepén kever, hát ügyes. És akkor ez a mezőfalva, ugye ez Dunaújvárostól 15 km-re nyugatra található. Körülbelül közel 5000-en lakják, tehát nem kis község, hanem nagy község. És hát fő nevezetessége az a templom. Ezen kívül még van itt valami gerge. Nem tudom, most nem jut eszembe semmi. Féle nevezetesség. Tehát, mint mondottam gyermekkorom egyik meghatározó falva. Hát itt fogunk pihenni majd. Lesz egy tér, egy ilyen kis ligetes tér, ott fogunk pihenni. És nagyjából itt van túránk fele. Majd innen megyünk tovább akkor Nagy Karácsonyba. És akkor a mezőfalva központjában vagyunk. Hát itt vagyunk az egyik emlékműnél, ez lett a szovjet ősök emlékműve, hogy ma micsoda, azt nem tudom, lehet, hogy már háborús emlékművé átalakították, majd közelebb menjünk, azt legfeljebb megnézzük. És hát itt van ez a bizonyos ligetes park, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon csúnya arcát mutatja, ugyanis rendkívül szemetes. Hát mondjuk vasárnap délelőtt van, és hát lehet, hogy itt tegnap este ment a hepaj, azt a fiatalság itt hagyta a szemetjét, de hát rendkívül szemetes. És így egy kicsit lehangoló látvány mutat. Itt volt egy trianoni emlékmű is, arrébb, különben. Hát meg akkor keresünk itt egy padot, hiszen itt van túránk fele. És akkor tartunk egy kajaszünettel egybekötött pihenőt. És aztán folytatjuk majd az utat Nagy Karácsonyba. De hát menjünk oda, és akkor nézzük meg ezt az emlékműt, hogy milyen felirat van rajta. Hát vörös csillag van a tetején, vagy hát nem vörös, de menőtágú csillag. Igen, és akkor dicsőség a szovjet hősöknek, ugye a szovjet emlékmű akkor. Hát nem tudom, talán ideje lenne ezt átalakítani valami mássá. Hát ez a mezőfalvaiaknak a dolga. Na, hát akkor nekünk pedig pihenő. Mezőfalva központjában. Hát és akkor magunk mögött hagytuk Mezőfalvát. Most már a zöld jelzésen Nagy Karácsony felé vettük végképp az irányt. Egy kicsit ingerszegény itt a környezet, ám mégis kellemes hangulatú az út, ettől függetlenül. És hát azt kell mondanom, hogy a jelzések, a zöld jelzés elég jól fel van festve. Nem azt mondom, hogy maradéktalanul és kiválóan, de elég jól. Tehát azt hiszem némely településnek, mint például Pincehelynek és Simontornyának vagy Budaörsnek van mit tanulni az itteniektől. Akár ugye, hát arra megy az utunk, majd keresztezni fogjuk a Dunaújváros létszélesvasútvonalat, és azt hiszem a
Dunói város Paks vasútvonalat is, ahol már vonat viszont nem jár. Ha minden igaz, hát majd meglátjuk. Hát akkor gyerünk torony iránt. Hát mezőfalva után vagyunk körülbelül 3-4 kilométerre, még látszik a mezőfalvi víztorony és a templomtorony. És itt lehetünk alig, hanem a környék legmagasabb pontján, egy kis magaslaton. Ha jó satszom, akkor valami Bagolyvár ennek a neve, de ez nem biztos. És hát ilyen a környék, a mezőföld. Most erre nyugat felé nézünk. És a távolban már látszik a nagy karácsonyi víztorony is. Hát a videón gondolom nem látszik, de mi szabad szemmel látjuk. És hát nagyon szép és békés sugárzó táj ez. Távolban pedig látna, hogy Dunajvárosnak a gyárai festőnek. A videó visszaadja ezt is. Szóval egy lelket nyugtató tájon vagyunk, én úgy gondolom. A mezőföld, ha nem is a kellős közepén, de jó bent a mezőföldben. És hát tetszik ez is nekünk. Na. Megyünk tovább ugye Nagy Karácsony felé. Hát aki nem tudná, annak mondom, hogy Nagy Karácsonyban lakik a helyi Mikulás, Magyarország Mikulása. Ezt nem esküszöm meg, hogy találkozunk vele, mert az öreg ilyenkor végig tudja, merre kóbászol. A házat azért meg fogjuk nézni. És akkor elértük a Dunói város létszíles vasútvonalat, amely ott, van, ott megy fönt. És hát itt három irányba megy az út. Hát adná magát a dolog, hogy a mi útunk, az megy ugye egyenesen. Azban megnéztük, ott a híd alatt van egy kapu, ami le van zárva. Tehát arra nem tudunk menni. Így elképzelhető, hogy ez lesz a mi útunk, itt jobbra letérve. Hiszen arra van Nagy Karácsony lényegében. De hát én úgy tudom, hogy a mi útunk előbb-utóbb keresztezi a sínt is, tehát átmegyünk a sínen. Hát itt úgy nézett ki, hogy alatta megyünk át, de hát akkor itt alatta nem fogunk átmenni, le van zárva a kapu. Megnézzük akkor ezt az utat, valószínűleg ez lesz a mi jó útunk. Hiszen a mi útunk a sín túloldalán folytatódik tovább Nagy Karácsony felé. Na. Hát Mezőfalva és Nagy Karácsony között vagyunk most már talán félúton. Hát megjöttünk Mezőfalvától Gergő 5 kilométert biztosan. És szerintem még egy ötös hátra lehet Nagy Karácsonyig. Körülbelül. Hát ez az út pedig nagyon-nagyon valószínű, ez a mezőfalvi vasútállomásra vezet. Bár megmondom az őszintén, még életemben nem jártam rajta. Na hát akkor menjünk mi most el jobbra. És akkor megnézzük, hogy valóban ez a jó útunk. Ha nem, akkor pedig fel kell mennünk a sinekre, és egy újabb alternatívát kell keresnünk, meg kell keresnünk az zöldjelzést. Na majd meglátjuk. Gergő, akkor ez a jó út? Igen, ez a jó út. Hiszen ott van a zöldjelzés, ugye? Igen. Tehát mi ott a vasúti átkelőnél, ugye alatta ment, vitt át volna az út, de jobbra vitt ez az út, és kiderült erről, hogy ez a jó útunk végül is. Azonban valahol majd keresztezni fogja ezt a sínt. Ugye van végül is egy térkép a területről, az internetről szedtük le, és az is úgy jelzi, hogy egy darabig itt megyünk a sín mellett, de egy ponton keresztezzük azt. És ott meg fönt ment, megy éppen a vonat is, talán halljátok. Látni nem nagyon lehet sajnos. Na, a fene rágja meg, ilyenkor kellett volna ott a aluljárónál lennünk. Innen talán látszik, ott megy Dunaújvárosban a vonat. Na, hát az éppen kapora jött. Szóval ez a jó útunk, és mondom, előbb-utóbb keresztezni fogjuk akkor a sínt valóban. És akkor valóban keresztezzük a Dunaújváros létszélas vasútvonalat. Íme. Itt ment előbb fent a vonat, amit látnunk oda lentről. Hát itt kicsit az út, itt a semmibe víz, de hát azért próbáljuk megtalálni, hiszen ott a túloldalon is látszik egy jelzés. Hát ugye így szoktunk elmenni, ha megyünk a meccsek felé, ezen a vasútvonalon. Ugye általában Récsziras Ivas Simontoni játszállással. És hát ez egy olyan környék, ahol rozsdások a sínek. Na hát akkor mi megyünk tovább. Hát átkeltünk a sínen, és hát eléggé bevezetett minket a turista jelzés a dzsungelbe. Olyannyira, hogy el is veszett a jelzés is, meg az út is. Így most próbáljuk kikövetkeztetni, hogy merre is megy az útunk. Melyik is a jó út. Hát itt most erre lehetünk rá, erre az ösvényre. Érzésünk szerint ez lehet a jó út, de egyelőre se járató út nincsen.
Se jelzés nincsen. Hát, hogy milyen dzsungelben voltunk, arról pedig itt a Gergő ruhája tanúskodik. Hát egészen a vasútig nem volt gond a jelzésekkel, se az úttal. Onnan viszont eléggé problémás egyelőre. Úgyhogy én estem is egy faszántosat, megadt a cipőm egy fákba, és sosra estem már szerencsére puhára, így nem ütöttem meg magam. Tehát itt meg valami legelőszerűség van. Nem tudom, az kihez tartozik, Nagy Karácsonyhoz vagy Mezőfalvához. Hát akkor elmenjünk arra, azt próbálunk rátalálni, visszatalálni a zöld jelzésre. Mondom, idáig nem volt gond a jelzésekkel, se azúttal. Hát itt most egy kicsit gáz a helyzet, de hát. Kaland az éles sava borsa, így van, Gergő? Hát véget ért ez a járhatatlan út, úgy tűnik. Hát valóban ez a jó út, ráakadtunk végül is a jelzésre. Hát valószínűleg nem történt más, mint a baromja bevezette kukoricával az utat. Ugyanis itt látható, hogy itt előttünk itt jó az út, és arrébb ott a kukorica, onnan jöttünk az úton. Tehát valószínű, hogy ez történt, és ezért nem lehetett átalálni a helyes útra, de hát mi az egyik vagyunk, most átaláltunk. Hát ilyen itt a környék, és még erre megy a mi útunk, ott látszik egy víztorony, de az nem a Nagykarácsonyi víztorony, ez ugye innen számítva délre van, mi pedig majd valószínűleg való el fogunk fordulni most már nyugat felé. Mondta, hogy a cél egyenesbe, és az út fog rávinni Nagykarácsonyba, vagyis hát ez a zöldjelzési út, hisz mint kiderült, jó úton járunk. Na, hát legalább egy kis kaland történt, úgyhogy menjünk tovább akkor. Hát és akkor most már túránk háromnegyedét megtettük, túljutottunk a veszélyes útszakaszon, és most már közel járunk Nagykarácsonyhoz. És ismét kereszteződünk egy vasútvonalat, hát jóval egyszerűbb átkelni rajta, mint az előzőn. Hát ez az egykori Dunaujváros Paks vasútvonal. Ez ugye a Dunaujváros egyszéles vasútvonalból ágazik le. És hát menne arra tovább Paksra, vagyis hát megy is, csak éppen személyvonat nem jár már erre. Hát tervonatok, meg mozdonyok talán előfordulnak, hogy járnak itt, de a személyi szállítás az megszűnt sajnos. Pedig ez nekünk is nagyon-nagyon jól jönne néha ez a vonat, hiszen azon a vidéken is lehet túrázni, és vannak olyan helyek, amelyeket ezzel a vonattal tudnánk elérni. Na hát, előttünk pedig most már feltűnik Nagy Karácsony, a víztorony és a templomtorony is kezd látszani. Hát az per kb. Olyan 3 kilométerre lehet. Én úgy gondolom, hogy egy 30-40 perc még odáig az út. Hát a túra nagyjából könnyű volt idáig, mondom, itt a Rétszilasi vasúti vágányon átkelve volt egy kicsit nehéz szakasz, ahol bevezetett a dzsungelbe az út, és ahol eltűnt a jelzés is, meg az út is egy idő után. De hát azért, hogy mi profi túrázók, hogy rá lehetünk a helyes útra aztán ismét. És hát itt a zöld, ami elvezet Karácsonyba, Nagy Karácsonyba. Hát akkor a karácsonyi túra utolsó szakasza következik. Induljunk. Hát Folytassuk. délután 14:30-ban, ugye 9-kor indultunk Nagymenyimről, és akkor ez a vasúti keresztezések napja, hiszen ismét keresztezzük a vasútvonalat, és ismét a Dunaujváros Rétszilas vasútvonalat, ami ott megy fönt, és amelyen itt ezen az alagúton tudunk majd átmenni, és hát remélhetőleg az alagút túlsó oldalán már közel lesz Nagy Karácsony. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy 3 órára már beérünk innen. Na. Hát és akkor most már itt vagyunk Nagy Karácsonyban, Nagyperem kerületén. De hát menjünk bejebb a faluba. Reméljük, hogy a Mikulás házig eljutunk. Hát én most a szokásosnál nehezebben bírtam ezt a túrát. Hát Gergőnek meg se kottyant. Úgyhogy na, nézzünk be akkor a faluba. Reméljük, valahol találunk valami tört, és mert most már szomjazok is, mint az állat. Hát és akkor idáig vezetett ez az zöldjelzés. Itt vagyunk most Karácsonyban a Mikulás háznál, hát ez a Mikulás ház. Itt lakik a Mikulás, akár hiszitek, akár nem. És erre bizonyosság, hogy ott áll a szárnya neki. Meg is mutatom. Igen. Hát itt a szárnya. És ott a háznak a bejárata. Hát a Mikulás most nincs itthon, most találkoztunk vele a kocsmába. Ugyanis ittünk egy jó sört, és hát éppen ott sörözött ő is. Úgyhogy elbeszélgettünk vele egy kicsit. És ha láthatjátok, hogy piros a ház, amit az annyit jelent, hogy ő is a Dunaujváros pasinak drukkol, mint mi. Úgyhogy így aztán igazán jó szimbóla. Na, hát szóval ez Nagykarácsonyban a Mikulás ház, hát elől híres Nagykarácsony főleg. Hát ugye mondanom se kell, hogy most augusztusban, hogy zárva tart. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy inkább december tájékán jön ide,
és akkor személyesen találkozhatok Mikulással is. Na hát mi meg akkor rövidesen befejezzük a túrát, hát még keresünk egy helyet, ahol a záró jelenetet le tudjuk forgatni. Na, hát ez volt Nagy Karácsony és a Mikulás ház. Mikulás meg a kocsmában. Na hát akkor ez volt a Nagybenyín Nagy Karácsony túránk. Ugye akkor összefoglalnám egy kicsit az eseményeket. Ugye Nagybenyínről indultunk, a Szent Bernát Arborétumtól, és a Mezőfalvi Szőlőhegyen keresztül mentünk át Mezőfalvára. Mezőfalváról pedig délfelé vettük az irányt, ahol kereszteztük a Dunajváros részcélos vasútvonalat, és akkor Ménesmajoron keresztül jutottunk el ide Nagykarácsonyig. Hát hozzávetőlegesen egy 20 km biztos mentünk. Hát különösebb látványokkal ez a túra nem szolgált, ez arra volt, hogy a kánikulai időszak után újra megkezdjük a túrázásokat, és beerősítsük majd a következő nagy túrákra. Hát a következő nagy túránknál van egy kis kevert, mert ugye úgy volt, hogy augusztusban a meccsekbe megyünk, ám a közlekedés és tehát a Dunbovár Simontornya közötti vasútvonalat éppen felújítják, ezért a közlekedés egy kicsit nehézkes, így úgy döntöttük, hogy megcseréljük a szeptember és az augusztusi túrát, tehát szeptemberben vagy augusztusban holdvilágárakba fogunk menni. Hát bízok benne, hogy ezt azért ebben a hónapban még meg tudjuk ejteni, augusztus 13-a van, lehet, hogy csak valamikor 27-e felé fogjuk megejteni ezt a túrát, de megpróbáljuk megejteni. Hát ezek voltunk mára. Orvosatok a programot, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velünk a következő túrán is. Ciao.